Szép eredményeket ért el az újpesti két tannyelvű műszaki szakközépiskola és gimnázium, vagyis az UMSZKI, a két tannyelvű középiskolák budapesti versenyén. Olyan szép eredményeket, hogy egyrészt megnyerte az egyik csapat, a másik csapat harmadik lett, és még egy nyolcadik helyet is bezsebelték, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy uralták ezt a versenyt. Vendégem Sebőkné Szabó Emőke, angoltanár, az iskola angoltanára, és Schmidt György, tizedik osztályos tanuló, a verseny régi versenyzője már. Szerbusztok, köszöntök benneteket a stúdióban. Sziasztok, jó napot kívánok! Na először azt tisztázzuk, hogy mi ez a verseny, mert azt tudjuk, hogy többször indultatok, hogy ez nem egy új dolog, csak hogy a nézők is megtudják, hogy hol értetek el ilyen szép eredményeket. Ezt a versenyt, ezt pár éve a Berzevici Gergely két tanítási nyelvű közgazdasági szakközépiskola szervezi. Két kategóriában szokták meghirdetni, nem két tanítási nyelvű és két tanítási nyelvű középiskolán, gimnáziumok, szakközépiskolák számára Budapesten. Nagyon kreatív a verseny, mert hogy az a címe a versenynek, hogy Read, Write and Perform, ami azt jelenti, hogy el kell olvasniuk a diákoknak a saját kategóriájukban három a szintjüknek megfelelő rövidített Oxford kisregényt. Ki kell választaniuk egy kedvenc jelenetet, azt meg kell tulajdonképpen meg kell valósítani, színpadra kell állítani, el kell játszani, így van. Illetve ott a helyszínen kitöltenek egy nagyon komoly tesztfeladatlapot, illetve kell írniuk egy esszét egy megadott téma alapján. De akkor ebből látszik azért, hogy ez nem egy nyelvtanverseny. Nem, abszolút nem egy nyelvtanverseny, sőt, igen, a kreativitáson nagyon nagy hangsúly van, de az azért elengedhetetlen, hogy jól kell tudni hozzá angolul, mert hogy a tesztfeladatlap a regények szókincsére, tartalmára vonatkozva épül fel, illetve az esszét azt nagyon jól meg kell tudni írni. De ez azt jelenti, hogy akkor a ti beszélt angol tudásatokra kíváncsi ez a verseny? Tehát, hogy mennyire tudjátok használni azt, amit megtanultatok? Igen, már arra is, meg hogy mennyire jól tudjuk azt, amit elolvastunk. Szóval inkább az olvasás szövegértés készséget nézik, hogy azt mennyire tudjuk. Jó, de hát el kell játszani valamit, azért azt úgy lehet. Igen, az akcentust azt is nézik, igen, az is fontos. Akcentus is. Igen. És itt összesen elérhető az a 30 pont, az eddig mindig sikerült a legjobbak között lenni. De hogy ez így megakasztotta, vagy így belütött fel, hogy az akcentus nézik, de közben ugye annyi féle angol akcentus van, hogy azt nézik, hogy ne legyen ilyen magyar akcentus, igen, hogy ne legyen nagyon idegen. Igen, inkább igen, azt. Igen. Milyen angol akcentus beszélnek az UMSZKI diákjai? Ki miért? Én azt mondom. Igen. Igazából nagy részt ezt a tipikus magyar akcentust, de nem tudom, mert a versenyen ugye voltak ugye könyvek, amiket el kellett olvasni. Van, amelyikben a karakterek amerikai akcentussal beszélnek a könyv szerint. De mondjuk angol akcentussal beszéltek a gyerekek, nem tudom, hogy mennyire nézték. Hogy tehát ez volt trükk. Igen. Ilyenek is voltak benne. Azt mondjuk, ez most megint ez nem a beszélgetésünk témája, persze, de az, hogy milyen akcentus beszél egy csoport, az a tanártól is függ, nem? Vagy hát leginkább a tanártól függ, nem? Mondjuk nyilván más, ha valaki esetleg valamelyik gyerekét Amerikában, vagy Angliában, Skóciában, de hogy alapvetően a tanár? Hát alapvetően igen, de azt azért el kell, hogy mondjam, hogy a két tanítási nyelvi képzésben nálunk többen tanítják a gyerekeket az alapozó, úgynevezett alapozó éven. Ugye a két tanítási anyanyelvi tanárok is? Igen, így van, anyanyelvi tanárok is. Elsősorban amerikai, de anyanyelvi tanárok. Aha. Igen. De nincs egy, nyilván van egy ilyen közelítés, hogy az oxfordi akcentus, igen, nem? Igen, de az volna a cél. Igen, elsősorban az angolt beszélni, de természetesen előfordulhat, hogy amerikai angolt beszélnek a gyerekek, hiszen anyanyelvi tanáruk onnan van. Más kérdés, hogy valaki a világon beszél angol-angolt, mondjuk egy liverpooli, hogy beszél angol-angolt, amikor lekes. Na hát, mindegy. Igen, meg arról nem is beszélve, de nagyon sok filmet néznek a gyerekek, nagyon sok számítógépes játékot játszanak. Ezeknek a nyelve azért mondjuk ki nem brit angol, nem Cambridge angol, nem Oxford angol, hanem elsősorban amerikai. Igen. Te például, Gyuri, mióta tanulsz angolul? Most már 6. éve. Igen, 6. éve. Tehát 10. osztályos vagy 6. éve tanulsz, tehát akkor neked gyakorlatilag teljesen természetes az, hogy ezzel a nyelvvel foglalkozz. Igen, azt lehet mondani. Mert ugye előtte jártam külön angoltanárhoz 3 évig, és utána meg most így a suliban is tanulok angolt. Az első év az nagyon jó volt, hogy akkor csak angollal foglalkoztunk nagyrészt. És ez jó alapot adott, gondolom. Igen. Egy ilyen verseny alatt mennyire lehet fejlődni, mert azt mondtátok, hogy te már harmadszor veszel részt, tehát törzsgárdista vagy. Igen, hát igazából a könyvek közül mindegyiknek más a szintje. Van egy könnyebb, egy nehezebb, meg egy nehezebb olvasmány.
és igazából a legnehezebb az, ami jobban segíti azt, hogy most a nyelvtudás, mert ott vannak már idegen szavak, amik után ki kell nézni szótárban, uh-huh. hogy mit jelentenek, és amikor az előadást meg kell csinálni, akkor is azért az is úgy fejleszti az angol tudást. Uh-huh. Azt mondtátok az interjú előtt, hogy most már nagyon meg akartátok nyerni, igen. mert hogy harmadszorra indultok, és eddig nem sikerült? Igen, ez úgy volt, hogy tulajdonképpen ezt a versenyt 9-től 11. évfolyamig hirdeti meg a Berzevici, és a leges-legelső évben, amikor alapozó éven volt az osztályom, akkor indultunk két csapattal, és nagyon büszkék voltunk arra is, de a 4.-5. helyet sikerült elhoznunk. Tavaly a 2.-3., és akkor azt csalódásnak éltük meg, hogy a dobogó két helyét ugyan elfoglaltuk, de nem a legfelsőt. Úgyhogy idén úgy indultunk neki most már 3 csapattal, hogy mindegy, hogy kinek, de valakinek nyernie kell, és ez sikerült. Ráadásul nagyon szép eredménnyel igazán. Hány csapat volt a ti kategóriátokban? A mi kategóriánkban 14. összesen 14 csapat volt, és a két kategóriában pedig úgy tudom, hogy összesen 26. Aha. Tehát akkor még a 8. helyezett se, az se számít olyan rossznak, hiszen nem. azért még volt nem. mögöttetek bőven. Nem. Sőt, még egy kolléganő indított egy csapatot az iskolából, és az ő gyerekei pedig 6. lettek, aha. tehát az Umszki abszolút tarolt ezen aha. a versenyen. Ja, hogy ez még hozzátartozik az egészet. Szerinted egy ilyen verseny mennyire mutatja reálisan az iskolák, vagy a két anyanyelvű iskolák valós sorrendjét? Én azt gondolom, hogy nagyon. Tehát én azért több dolog miatt nagyon szeretek versenyre felkészíteni. Az egyik oka pontosan ez, hogy az, hogy az ember tanítja a gyerekeket, elképzel valamilyen fajta menetet az oktatásban, elképzel valamilyen fajta stílus, mindenkinek megvan a maga stílusa, a maga módszere. Nem biztos, hogy jó az, amit csinálok, mindig kell egy objektív külső megerősítés, és én azt gondolom, hogy az, amikor 14-15-20 csapat versenyzik egymással, hasonló vagy azonos típusú iskolákból, és ott nyerünk, az azt jelenti, hogy igazából a nyelvtudásunk az jó. Aha. A másik, amit nagy előnynek látok, az az, hogy én azt gondolom, hogy nem szabad a tanításnak kimerülnie a tanórai tanításban, és én úgy gondolom, de majd Gyuri megerősít, vagy megcáfol ebben, hogy a felkészülés maga az igazából egy nagyon nagy buli. Tehát az, hogy nekünk együtt kell dolgoznunk ezekkel a könyvekkel, és amikor már abban a fázisba jut a történet, hogy megírjuk a színdarabot, és akkor variálunk rajta, és amikor elkezdjük próbálni, akkor jönnek az újabbnál újabb bolondos ötletek, amiből az egész egy nagy vicc lesz, egy nagy, nagy szórakozás, és mindezt angolul tesszük ráadásul. Összek sokkal többet tanulnak igen, ilyenkor, mint igen, egy jó én azt gondolom, hogy igen. Aha. Igen. Na most nyugodtan megcáfolhatod a nem igazából, szerintem is. Kamarák előtt csak nem fog leszívni. Ja, igen, hát elég, igen, amúgy szórakoztató, hogy megcsinálni ezt az egészet, meg megírni a darabot, mert általában megnézzük, hogy milyen filmek voltak ebből a darabból, hogy mik azok, amik így ott a szövegek a filmekben, és utána meg megpróbáljuk kitalálni, hogy lehetne valahogy egy jobb darabot kitalálni belőle, ami jól néz ki, meg előadható. Tehát ez egy abszolút csapatmunka. Igen. Amiben igen. a tanárok is segíthetnek, tehát te is segíthetsz. Igen, abszolút mértékben. Igen, sőt, az egyik diákunk édesanyja drámapedagógus, és igen. ő ugyan nem beszél angolul egyáltalán. De a színház világ, de a színház világát igen. jobban ismeri, úgyhogy számára lefordítottuk a szövegkönyvet tulajdonképpen aha. szó szerint magyarra, és akkor a legvégén az egész megvalósításában ő nagyon sokat segített. Aha. Szerinted, tehát egy ilyen verseny azt is megmutatja, hogy egy, ha esetleg láttad a másik csoportot, ahol nem két tanítási nyelvű, vagy másik kategóriát, hogy mennyivel többet ad a nyelvben az, hogyha két tanítási nyelvű iskolába jár valaki? Én azt gondolom, hogy mindenképpen, bár én tehát nem láttam, látszik, biztos, hogy látszik a különbség, bár én nem láttam azokat a csapatokat, mert hogy két helyszínen zajlódott a verseny tulajdonképpen. Tehát mi azokat a csapatokat láttuk, akik ugyanúgy két tannyelvű kategóriában indultak, és hát megmondom őszintén, hogy valóban érződött a különbség sokszor csapat és csapat között. Gyuri említette pár perccel ezelőtt, hogy mi nagyon taroltunk minden évben az előadásunkkal, és ez valóban így van. Tehát nagyon alaposan készültünk föl rá, és nagyon látszott a különböző csapatok előadásánál, hogy tényleg igazán színvonalasat teljesítettek. Szerinted mi a fő érv a két tannyelvű iskolák mellett? Én azt gondolom, hogy a legfőbb érv az, hogy én tényleg úgy gondolom, hogy azok a gyerekek, akik tőlünk távoznak az érettségi után,
ők nem egyszerűen egy tanultudással rendelkeznek, hanem készségszinten beszélik a nyelvet. Tehát alapvetés náluk, hogy beszélnek angolul. Így van. Tehát az, hogy iszonyatos mennyiségű angol órájuk van az első évben, de minden mellette további években a matematikát, a fizikát, a célnyelvi civilizációt, a történelmet. Volt olyan év, hogy a testnevelést idegen nyelven tanulják, ez azt jelenti, hogy ők ezen a nyelven gondolkodnak, mire leérettség. Igen, volt olyan, hogy németül tanul, nem angolul, németül, ja. Tehát a német két tannyelvű, sok németül tanulták a tesit. És igazából ez azt, hogy így gondolkodnak, tehát hogy ezen a nyelven gondolkodnak, és az életük tényleg készséggé válik a nyelv, aha. És azt gondolom, hogy ez jó. Mert egy nagyon fontos a nyelvvizsga, ezt mindannyian tudjuk, felvételihez, diplomához, mindenhez, de az, ami készségszinten valósul meg, az nem, sokszor nem ugyanaz, mint amit egy nyelvvizsga papír mögött talál. Hát meg talál. Aki készségszinten beszél, az sajnos, ha megcsinálja a nyelvvizsgát. Te hogy érzed azt, neked mennyire stabil ettől az angol tudásod most? Meg az nagyon érdekes volt, amit mondtál egyébként, hogy ugye, hogy amikor elkezdesz kicsit angolul gondolkodni már, igen. Meg nem azt mondja, nem tehát, hogy az az alapvetés, hogy akkor beszélsz a nyelvet, amikor igen. Már olykor angolul gondolkodsz, sőt angolul áll, vagy külföldi nyelven álmodsz. Nálad ez hogy van? Hát én gyakran gondolkodok angolul, meg egyszer hallottam, hogy az a nagy különbség az angolok között, meg ugye más nemzetek között, hogy máshogy is számolnak meg, amikor a boltba bemész, akkor máshogy a más nyelven, a saját nyelveden adod össze a számokat, és ezért így gyakran próbálgattam, hogy milyen lenne, hogy angolul kéne, és akkor magamban is angolul összeadni a számokat, hogy aha. Úgy milyen, és hát igen, nem tudom, próbálom úgy fejleszteni az angol tudást. Tehát azt kijelenthetjük, hogy valószínűleg, amikor te elhagyod az UMSZKIT, akkor te teljesen jól fogsz beszélni angolul, tehát, ez igen, ne, tehát legalábbis afelé mész, nem? Igen. Mennyit fejlődtél, amióta ide jársz? Elég sokat szerintem. Aha. Főleg az első évben, az első évnek az első felében nem annyira ment az angol, utána meg... És akkor így küzdködtél, vagy szenvedtél ettől? Hát egy kicsit igen, aztán meg úgy kezdtek így jobban sikerülni a dolgozatok, és aha. Ugye a végére az első évnek már sikerült jó eredményeket elérni meg a... az évvégi vizsgákon is, úgyhogy végül úgy sikerült rendezni a helyzetet. Egyszer, igen, a... ugye a második fél évre. Még a nyelvtanulás azért biflázni se árt, nem? Tehát például szavakat tanulni, mondjuk, hogyha gondolom sokat segít, azért az ténykérdés, hogy a filmek, tehát angolul igen. Nézni, könyvek, de a igen. Filmek leginkább, ez szinkron, ez nálunk nem egy ilyen szempontból igen. Nem egy jó dolog. Nem olyan színvonalas, igen. Az alapokhoz jó, de aztán egy idő után már nem elegendő. Ez igen, de úgy értem, hogy az a szinkron megléte Magyarországon, igen. Ez nem igen. Annyira segíti. Az nem. De egyébként ettől függetlenül szerintem ők nagyon sokat néznek olyan filmeket, ami esetleg még nincs szinkronizálva. Persze. De még sorozatokból. Igen. De természetesen egy szintig ez nagyon jó, aztán egy idő után már kevés. És akkor jön az, hogy nagyon sokat kell olvasni, és nagyon sok olyan könyvet kell olvasni, ami már azt a szókincset fejleszti, ami mondjuk egy középfokú nyelvvizsgánál magasabb. Gyurinak is megvan már egyébként az akkreditált középfokú nyelvvizsgája. Na ez a kérdésem, igen. Úgyhogy... Most meg a felsőfokúra felsőfokú készülünk. Igazából ott is, igen, most már az a probléma, hogy több szókincs kell, úgyhogy szavakat kell tanulni. És idén lett meg a középfokúd? Vagy hogy van? Nem, már tavaly volt. Tavaly meglett, tehát 9. korodban meglett már a középfokúd, ugye? Igen. Számolok. Azért ez egy nagyon nagy dolog, ugye pláne, hogy a diploma is nyelvvizsgához van kötve, azért igen. Komoly küzdelmek vannak igen. Már ilyen 20x éves fejjel, amikor sokkal nehezebb neki szaladni ennek a dolognak. Ez így igaz. És mikor készülsz a felsőfokúra? Hát igazából már most. Ja, már most. És meg szeretném próbálni most májusban letenni a felsőfokút, és akkor már... megpróbálnám az érettségének a középszintjét megcsinálni, és akkor, hogyha az jól sikerül, akkor meg lehet próbálni a felsőfokot, és akkor utolsó évben nem lesznek angol órák, és akkor lehet jobban készülni mondjuk egy másik nyelvre, vagy pedig csak az érettségire. De azért kemény lehet, hogy mondjuk a fizikát angolul tanuljátok. Igen, az a legnehezebb igazából. Aha. A matematika annyira nem is, de a fizika az nehéz. Igen, tehát ott azért komolyan magyarul is nehéz. Igen. Nekem magyarul is problémát okozott. Nekem is magyarul igen, is. Nem akartam így kitárulkozni, de ha már elkezded, akkor igen. Én magamnak is. Én bevállalom. Igen, elég nagy problémákat okozott, pláne angolul. De akkor el is érkeztük a nyelvvizsga dolgokba, hogy a híradónkban is beszámoltunk arról, hogy próba nyelvvizsgák
vannak nálatok. Ez mennyiben segíti a valós igazi nyelvvizsga megcsinálását? Én azt gondolom, hogy nagyon nagyban. Nagyon nagyban. Aha. Egy pár éve csinálunk ilyen próbavizsgát. Én a Budapesti Műszaki Egyetem Nyelvvizsga Központjának vagyok a vizsgáztatója. És hát nagyon nagyján nőtte ki magát ez a próba nyelvvizsga dolog. Ez több mint 200 tanuló volt most konkrétan decemberben ezen a vizsgán. De nagyon ez nem jár semmivel? Nem, semmi. Ez egyrészt ez ingyenes, tehát ez egy nagyon nagy lehetőség és egy nagyon nagyvonalú felajánlás az egyetem részéről, ingyenes. Kipróbálhatja magát bárki. És viszont teljesen ugyanolyan, mint egy normál nyelvvizsga. Tehát ugyanazt a környezetet generáljuk, ugyanazok a feladatok, erre az alkalomra készít nekünk az egyetem egy feladatsort, és ugyanúgy értékeljük ki, mint egy nyelvvizsgát, sőt, minden egyes tanuló egy egyéni értékelő lapot kap utána, amin tehát pontosan látja, hogy melyik feladatrészen mit ért el, illetve megpróbáljuk valamilyen formában összefoglalni, hogy mik azok a típus hibák, amiket elkövetett, hogy megpróbálja ezt a következő vagy az éles nyelvvizsgáig kiküszöbölni. Mi azt látjuk, hogy azok a diákok, akik eljönnek rá, kipróbálják magukat, illetve megfogadják azokat a tanácsokat, amiket adunk a további felkészüléshez, az esetek 90%-ában sikeresen tesznek utána nyelvvizsgát. Ez a fajta nyelvvizsga egyébként mennyire a beszélt nyelvre kíváncsi, vagy mennyire a nyelvtanra, hogy valaki mekkora mester a, mit tudom én, present perfect continuous használatán. Azt gondolom, hogy abszolút a beszélt nyelvre. Tehát amit ők próbanyelvvizsgaként letettek, illetve amit élesben is csinálnak a mi diákjaink, ez a Budapesti Műszaki Egyetem egynyelvű nyelvvizsgája. Mert hogy tehetnének két nyelvűt is, fordítással nyelvtani teszttel, ez nem az. Ez az egynyelvű vizsga, ami azt jelenti, hogy elsősorban az olvasott szövegértésre, a hallott szövegértésre és levélírásra koncentrál, illetve beszédkészségre. Tehát ez a nyelvtan, ez amiről te beszélsz, tehát ez, hogy most akkor nyelvtani tesztek és karikázgatjuk, hogy melyik a megoldás, ez nincsen benne. És azt gondolom, hogy ez jó. Ez a jó irány, mert hogy igen, mert hogy alapvetően nem ez fontos a nyelvtudásban véleményem szerint. Aha. Jó, még azt meg akartam kérdezni, hogy ti mennyire kapacitáljátok a diákjaitokat, hogy menjenek angol nyelvterületre egy időre, mert még csak ott lehet leginkább megtanulnia. Ja. Hát mi így nem, konkrétan így nem kapacitáljuk őket, szokott szerveződni út az iskolában, és akkor el lehet menni egy-két hétre, mi is voltunk, amikor első évesek voltak, tehát alapozó évesek voltak, mi is voltunk Angliában egy hétig. Egy kolléganő rendszeresen szervez utakat angol nyelvterületre. Ez kóstolónak például jó? Kóstolónak nagyon jó, így van, kipróbálni magukat, illetve, mint említettem, van az iskolának egy nyelvi tábora, ami szintén arról szól, hogy a nyelvet egyrészt délelőtti órákon tanítás van, másrészt pedig délután a Balaton partján sportolással, esti vetélkedőkkel a nyelvet gyakorolják. De egyébként mi szoktuk mondani, hogy amennyiben a lehetőség megengedi, és amennyiben valamilyen fajta mód van rá, akkor mindenképpen érdemes kimenni, mert persze, én sem úgy gondoltam, hiszen ez lehetősége kérdése, van, nem úgy van, hogy na jó, akkor most volna kimegyek, persze. Azt is azért még elmondanám, hogy van az iskolában sajnos korlátozott számban, tehát korlátozott számú diákok részére, de van például külföldi ösztöndíj lehetőség, nagyon kiemelkedő tanulmányi eredményű, és az iskoláért egyébként sok mindenben sokat tevő diákok számára. És akkor kimehetnek például egy hónapra Majorkára, Finnországba, Németországba, ahol például igen, az angolt, illetve a németet tudják gyakorolni mindennapi helyzetben. Szakmai gyakorlaton vannak, tehát dolgoznak kint, de idegen nyelven kell dolgozniuk, ami szintén egy nagy lehetőség. Te nem tervezel ilyesmit? De szeretnék én is kijutni, igen, Majorkára. Még umszkisként akkor ki szeretném. Mi a másik nyelved amúgy? Hát német. Német. Igen, és nem tudom, leszeretném tenni majd a német középfokú nyelvvizsgát is, mert vagy esetleg kimenni Németországba, mert német-magyar állampolgár vagyok, és így meg jó lenne esetleg, hogyha... Tehát akkor neked az egy alapvetős volt a németet. Igen, azt tanultam általános iskolában, mondjuk nem volt valami színvonalas a német oktatás, úgyhogy utána elkezdtem így angol tanulni, így külön órákon, és utána meg az umszkiban meg már angol szakra jöttem. Mondjuk a kettő még talán segít is egymást bizonyos. Igen, valamennyire. Meg most már elkezdtük mi is a németet tanulni, hogy most már így jó, hogy abból is van valami egy kis alap, és akkor azt is lehet fejleszteni könnyebben. Hát sok sikert kívánok ez a fejlesztéshez, köszönöm, meg a felsőfokú nyelvvizsgához, és kívánom, hogy azért, hogy jussák ki Majorkára az ösztöndíj segítségével. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen mi is.